Hát igazából ez egy múlt héten beindult cselekvéssornak az egyik állomása. A miniszterelnök kirendelésére egy vizsgálóbizottságként látogattuk meg a kórházat, hogy az esetleg halmozódó koraszülöttek között, halmozódó halálesetek közötti összefüggést felderítsük. És igazából eredményről beszámolni nem tudok, csak azt tudom mondani, hogy mi történik a következő időszakban. Jelenleg zajlik annak az igazolása vagy kizárása, hogy egy kórházi fertőzés okozta ezt a halmozódott előfordulást. Megvizsgáljuk a kórház eljárásrendjében, az osztályok közötti működésben, szülészet, koraszülött osztály tevékenységében, az eljárásrendjeiben, hogy minden rendben volt-e. Igazságügyi patológiai vizsgálat születik elhunyt gyermekek esetében, tehát megpróbáljuk kizárni vagy igazolni, hogy milyen ok vezetett el a történésekhez. Vannak sejtések, vagy sejtésnek nevezhető bármilyen információ? Nem tudok ilyenről beszámolni, azt tudom mondani, hogy minden tételt, meg mindenre kiterjedő mintavétel, hogy van-e valami kórokozó, ami összefüggést okoz, van az eljárásrendben valami olyan luk esetleg, ami ide vezetett, és igazából arra is szolgál, ugye én apak, nem csak államtitkárként, de apaként is vagyok itt három gyermek apjaként osztozva a szülők fájdalmában. Meg szeretnénk előzni, hogy ilyen esetek előforduljanak, és eljöttünk meggyőződni, hogy a kórházban a tiszti orvosi szolgálat felügyeletében, segítségével minden elővigyázatossági intézkedést megtettek, fertőtlenítés lezajlott, el vannak különítve a betegek, tehát, és erről meggyőződhettünk, hogy ezek az elővigyázatossági intézkedések helyén valóak és rendben levők. Ugye múlt héten beindult egy cselekvéssor, erről én tájékoztatást adtam, és mivel minden ehhez hasonló történés aggodalomra ad okot a közvéleményben, vagy az én szülőtársaim környezetében, látniuk kell, hogy ez nem szabad, nem múlik rajtunk, hogy a végére járjunk és kizárjuk minden ilyen történetnek az ismételt előfordulását. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez így első ránézésre szokatlan, de a nyilvánosság számára demonstrálnunk kellett, hogy az intézményben való vizsgálódásnál a teljes pártatlanságot biztosítjuk. Ennyi. Praktikus oka van. Be kell vallanom, hogy hírzálatról nem egyeztettem a kórházban dolgozókkal. Egyértelmű, hogy amikor egy központi vizsgálat folyamatban van, akkor praktikus, hogyha egy csatornás a kommunikáció, a kórháznak van egy saját kommunikációs rendje. Ennek a részleteit én nem ismerem, de külön erre nem terjed ki a figyelmünk, de egyértelmű, hogy egy irányból kell érkezni az információnak, hogy ez egyértelmű legyen. A rémhírek félinformációk elkerülésére. Nézze, én az osztályon dolgozó kollégákkal is egyeztettem, tehát a szakmai vezetőktől, a higiénés vezetőn keresztül az osztályon dolgozó vezető beosztású munkatársakkal beszéltem. Az én létemben ilyen nem történt közöttük, és én ilyenről információval nem rendelkezem. Tehát én igyekszem annyira transzparensen élni az életemet, hogy ez távol áll tőlem, hogy így dolgozzunk. De értelemszerűen van ennek egy praktikus vonulata, egyértelmű, egyirányú információkat kell kapni, és a magunk részéről minden, tehát olyan a vizsgát úgy fog lezajlani, hogy a nyilvánosság teljes próbáját kiállja mindaz, ami a papírra kerül a végén. Köszönöm. Köszönöm szépen.